Hallgassuk meg testvérek úgy, ahogyan a 98. Zsoltárban olvashatjuk a következőképpen. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsanjatok fel, örvendezetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt! Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet. Megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltányossággal. Istennek áldása legyen az ő szent igének a hallgatásán és befogadásán. Imádkozzunk, testvérek! Köszönjük neked, Urunk Istenünk, édesatyánk, hogy mi is énekelhetünk neked új és régi énekeket, és ezzel dicsőíthetünk téged. És köszönjük, Urunk, hogy az a nagyon nyomorúságos énekhang, ami ebben a templomban és az elébb is elhangzott, amivel a te kegyelmedet és a te irgalmadat magasztaltuk, amelyik megáll mindörökké, hogy ez eljut hozzád, hogy ez belevegyülhet a mindenségnek az örök téged dicsőítő himnuszába, és ezzel is növekedik a te dicsőséged. Ó, Urunk, légy áldott, hogy elfogadsz bennünket egyáltalán. Légy áldott, hogy a te színed elé bocsátasz egyáltalán. Légy áldott, hogy a te nevedet ajkainkra vehetjük egyáltalán. Igen, Urunk, édesatyánknak ismertünk meg a Jézus Krisztusban. És ezt köszönjük néked különösen, és ezért áldunk tégedet. Azért a kimondhatatlan kegyelemért, amellyel odafogadsz bennünket mindig újból és újból, amellyel megengeded nékünk azt, hogy a te közelségedben maradjunk, és a te áldásaidat élvezzük. Ó, Urunk, tele van az egész életünk a te áldásaidnak, rengeteg sok mindenféle formájával. Köszönjük néked a te szeretetedet, és köszönjük néked ezt az Isten tiszteletet is mostan. És köszönjük néked az ígét, amit a mai napra készítettél a mi számunkra, és a lelki megerősödést, amiben részeltetni akarsz bennünket. Előre köszönjük néked, Urunk, és kérjük, hogy legyen minden a te szent akaratod szerint.
A te drága szent kedved rendezze ezt az Isten tiszteletet, Urunk, úgy, hogy az igazán a te dicsőségedre való legyen, és nékünk pedig épületes és hasznos, és megerősítő a lelkünk számára. Hallgass meg könyörgünk a Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Megvan írva, testvérek, hogy nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Áldott legyen érte az ő szent neve. Amen. Felséges Istenünk, édesatyánk, azért könyörgünk most itt, engedd, hogy a te igédben, ami megszólal közöttünk, mindnyájunk számára egészen nyilvánvalóvá legyen a te jelenléted, és mi együtt tölthessük veled ezt az órát, a Krisztusban, az ő érdeméért. Amen. Istennek az az igéje, testvérek, amelynek alapján az ő szavát szeretném most hirdetni közöttetek. Írva található Pál apostolnak Efézus beliekhez írott levele, 5. részének a 19. versében a következőképpen. Beszélgetvén egymás között, zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. Eddig a szentünk. Testvéreim, bevezetésül hadd hívjam fel a figyelmeteket olyan valamire, amire mi reformátusok általában nem szoktunk túlságosan nagy figyelemben lenni, pedig nem ártana, pedig nagyon sokat jelentene olykor a reál való emlékezés. Tudnék, arra szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy az ősi keresztény egyházi naptár szerint ez a mai vasárnap, tehát a pünkösd előtti második vasárnap az úgynevezett Cantate vasárnapja. Cantate, latin szó, magyarul azt jelenti, hogy énekeljetek. Tehát egyike azoknak a szavaknak, amelyek kétségtelenül a legtöbbet fordulnak elő a Bibliában, különösen a Zsoltárok könyvében. Énekeljetek új éneket, hangzott az elébb is annak a Zsoltárnak is a bevezetésében, amit felolvastam a 98. Zsoltárban. De több más Zsoltár is kezdődik ezzel, hogy énekeljetek az Úrnak, és énekeljetek, és megint újra énekeljetek. Nos, kedves testvérek, ilyenkor Cantate vasárnapján sok-sok évszázados gyakorlat szerint rengeteg keresztény gyülekezetnek a figyelme fordul az egész föld kerekségén mindenütt az éneklés felé. Az Istenben hívő ember és gyülekezet Istent tisztelő éneklésének az ügye felé. És ez olyan kérdés, ami a mi számunkra is aktuális, hiszen ha máskor nem legalább így egy-egy Isten tiszteleten mi is szoktunk énekelni, tehát mi is gyakoroljuk magunkat benne, ezért tehát érdemes nékünk is, pláne ezen a Cantate vasárnapján, külön is foglalkoznunk az Isten tiszteleti éneknek a dolgaival, a kérdéseivel,
És különösen nagyon jó lenne az, hogyha tudatosítanánk magunkban az Isten igéjének az alapján azt, hogy miért is énekelünk mi tulajdonképpen, és hogy miért énekeljünk egyáltalán. Testvérek, nem mondok vele új dolgot, egyszerű vallástörténeti tény az, hogy az éneklés az ember Istent tisztelő magatartásának az egyik fő formája, mégpedig ősi és örök formája. Különösen így van ez az Ótestamentumnak és az Új Testamentumnak az egész világában. Össze se lehetne számolni talán azokat az ígéket, amelyekben az Ó és az Új Testamentumban mindig újra és újra arra buzdítja Isten szent lelke az ő benne hívő embereket, hogy csak énekeljenek. Ének szóval, zenével, mindenféle zeneszerszámmal dicsérjék, magasztalják az Isten. Adjanak kifejezést az áhítatuknak ilyen formában is, ahogyan csak lehetséges, használjanak föl minden zeneeszközt és a zenének minden lehetőségét arra, hogy fejezzék ki az Isten iránt való hálájukat, és öntsék bele az áhítatukat. Nem tudom, testvérek, tudjátok-e ti azt, hogy az ótestamentumi hívők sok-sok ezer esztendővel ezelőtt is pontosan ugyanazokat a zsoltárokat énekelték a maguk Isten tiszteleteiken és házi együttléteiken, mint amilyen zsoltárokat mi ma énekelünk. A 150 zsoltár az teljesen azonos kincs az Ótestamentum kegyeseinek, az Isten dicsérő énekeivel. És az Új Testamentumi gyülekezetek is rengeteget énekeltek. Tudjuk az egykorú följegyzésekből, de a Bibliából is ismerünk ilyen eseteket. Például virágvasárnapján Jézusnak a Jeruzsálembe való bevonulása alkalmával az egész város szinte zengett az újongó, boldog zsoltár énekléstől. Vagy például Jézus és a tanítványai az utolsó vacsorának a végeztével, amikor a sötétedő utcákon mentek végig ki az olajfák hegyére, akkor dicséreteket énekeltek. Így vonult Jézus az ő szenvedései felé, dicséreteket énekelve. Azután azt is tudjuk, hogy Pál apostol és Szilás egyszer a Filippi börtönnek a nagy éjszakai remegtető csendességében énekszóval bátorították a szívüket, énekeltek. És az apostoli levelekben nagyon sokszor előfordulnak ilyen kijelentések, mint amit most is felolvastam, éppen a gyülekezeteknek az Isten tiszteleti rendjével kapcsolatosan szó van zsoltárokról, dicséretekről, lelki énekekről, ami szívünkben hálával zengedezésről az Úrnak, tehát egyáltalán nem csoda, hogyha a keresztény Isten tiszteletekben kezdettől fogva mind máig igen jelentős helyet kapott az éneklés. Sőt, így hadd mondjam, hogy egyik lényeges alkotó részévé lett a mi Isten tiszteletünknek a gyülekezet éneke. Mégpedig olyan alkotó részévé lett a mi Isten tiszteletünknek, amelyben a gyülekezetnek a tagjai tevékenyen vesznek részt. Nem csak passzíve, hanem aktíve is részt vesznek, mert egyébként is fenyegeti a mi Isten tiszteleteinket az a veszedelem, hogy a rajta való részvétel kimerül egy passzív hallgatásban. Mit szoktatok csinálni egy-egy Isten tiszteleten? Ültök a helyeteken, hallgatjátok azt, ami történik, szinte mint egy néző és hallgató közönség veszünk részt az Isten tiszteleteinken, mert mindent egyebet elvégez helyettünk valaki, aki vezeti azt az Isten tiszteletet. A lelkész, a liturgus. Nos tehát az ének végre egy olyan alkatrésze az Isten tiszteletnek, amelyikben a passzivitásból aktivitásba lendültök ti magatok is át. Mert az ének azt jelenti, hogy mindenki maga is fennhangon imádkozik. Hogy azután a sok embernek ez a fennhangon való imádsága ne váljék valamiféle zűrzavaros mormogássá, kaotikus összevisszasággá, ezért az ének, a zene, a ritmus, a dallam segítségével
a sok külön-külön elmondott imádság egységbe fonódik, és így egy egész gyülekezet egy szívvel és egy szájjal dicséri az Istent, vagy fejezi ki a hálaadását, vagy a kérését az Isten előtt, szóval mondja el a maga személyes imádságát. Testvérek, én tudom, hogy ezek a dolgok túlságosan magától értetődőknek hallatszanak, amint így halljuk, de éppen azért mondom el, mert sajnos nem ilyen magától értetődőek. Éppen arról van szó, hogy vegyük végre komolyan, hogy az éneklés, ami gyülekezeti istentiszteletünknek éppen olyan alkotó része, mint bármelyik másik része az istentiszteletnek, mint például az, ami most folyik, az ige hirdetése, vagy az imádság, vagy az adakozás. Tehát ne engedjük meg azt, hogy üres formasággá váljék a mi gyülekezetünknek az éneke. És ne úgy tekintsük az éneket, mint egy olyan szükséges, hézakpótló elemet, amelyik hát arra való, hogy valamivel elkezdődjék, meg valamivel befejeződjék az istentisztelet, mert mégse lehet rögtön predikálással kezdeni, tehát valamivel mégiscsak el kell kezdeni, és valamivel be kell fejezni, hát erre legalkalmasabb dolog az ének. Mert sokan ennek tartják. Sokan egyszerűen nem tartják fontosnak az éneklésben való részvételt. Egyszerűen nem énekelnek. Egyszerűen nem énekelnek. Legfőjebb akkor énekelnek talán, hogyha valami különlegesen kedves énekük van éppen soron. Sokan nem tartják mulasztásnak azt, hogyha késve érkeznek az Isten tiszteletre, mint ahogyan máma is a gyülekezetnek egyharmad része legalább késve érkezett az Isten tiszteletre. Akkor, amikor a gyülekezet éneke már befejeződött, fő az, hogy a predikációból nem mulasszon senki semmit, gondoljuk magunkban. Ó, még nem késtem el, hiszen még nem is predikált a pap, még csak a gyülekezet énekelt, így szoktuk mondani. Sokan testvérek az ének alatt beszélgetnek, köszöngetnek egymásnak, nézelődnek, tehát nem odafigyelnek, mint hogyha az egész csak arra való volna, hogy a sok embernek a lassú elcsendesedésének a zaját az ének és az orgona hangjaival, mint egy fedezze, mint egy tompítsa. Nos tehát, éppen ez volna a legelső, amit ezen a mai kantáte vasárnapján nagyon komolyan tudomásul kellene vennünk, hogy az az ének, amit mi itten művelünk ezen az Isten tiszteleten, az testvérek nem körítése a predikációnak, nem körítése az egész Isten tiszteletnek, hanem az része, alkotó eleme, éppen olyan alkotó eleme, mint a predikáció, vagy az imádság, vagy az adakozás. Sőt, én a magam részéről el tudnék képzelni olyan Isten tiszteletet is, amelyiknek egyetlen egy alkotó eleme lenne csak a gyülekezet éneke. Hogy a gyülekezet tagjai nem is csinálnának egyebet egy egész Isten tiszteleten, egy egész órán vagy másfél órán keresztül, mint egyik zsoltárt a másik után, egyik dicséretet a másik után énekelnék. Énekelnének. Csak. Énekelnének. Valahogy úgy, ahogyan Pál apostol mondja itten a felolvasott igében, beszélgetvén egymás között, zsoltárokban, dicséretekben, lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván a ti szívetekben az Úrnak. Ilyen Isten tiszteletet is lehetne tartani. Olyan Isten tiszteletet nehéz volna elképzelni, amelyiken csak predikáció hangzanék el, és ének nem. De megfordítva, hogy predikáció nem hangzik el, csak ének, ilyen Isten tiszteletet könnyű lenne elképzelni, és nagyon is jó lenne. Már csak azért is, kedves testvérek, mert a zene egyáltalán, az ének rendkívül alkalmas mód az Isten tiszteletének a kifejezésére. Mert testvérek, az Istennek a dicsősége nem csak az ő benne hívő embernek a szívében visszhangzik szakadatlanul, hanem az egész nagy teremtett világ mindenségben is szakadatlanul visszhangzik az Istennek a dicsősége. Ez a roppant nagy világ mindenség, amelyiknek egy parányi picike kis része vagyunk mi,
föld és rajta lakó apró kicsi féreg emberkék. Ez a roppant nagy világ mindenség, testvérek, nem egy néma hallgatásra ítélt világ, hanem olyan világ, amelyik boldogan él és hangot ad. Van egy nagyon érdekes zsoltár a Zsoltárok könyvében, és ezt is felolvashattam volna a legelején, de rengeteg ilyen zsoltár van. A 19. zsoltár, testvérek, és én azt hiszem, hogy itt nem csak költői képről van szó, hanem itten a valóságnak a nagyon pontos kifejezéséről van szó, amikor azt mondja, az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátrat. Miről van itten szó, kedves testvérek? Itten arról van szó, hogy egy megtisztult lelkű ember, egy Istennel igazán szoros kapcsolatban élő ember, egy zsoltáríró, a mindenségnek ebből a csodálatos beszédéből Istent dicsérő hangáradatot hall kicsendülni. És vajon ti még soha nem voltatok úgy? Nem voltál te még úgy sohasem, hogy például a Balaton hullámainak a szelíd csobogásából, vagy egy fűszfa, vagy egy nyárfa leveleinek a titokzatos esti susogásából, vagy ennek a mostani madárdalos tavaszi virágba bomlásnak a megrendítő csodájából és pompájából, mintha a lelked kihallaná a mindenségnek azt az örök harmóniáját, amelyikben Istennek a dicsősége zeng, szakadatlan. Nem voltál még soha így? Egy görög gondolkodónak, egy régi klasszikus görög gondolkodónak van egy nagyon szép mondása. Azt mondja, a mindenségben minden csillag egy hang. És ezek a hangok kibeszélhetetlenül gyönyörű melódiába és harmóniába olvadnak össze égi zenébe, amit csak megtisztult lelkek hallhatnak. És én nagyon valószínűnek tartom, testvérek, hogy egy-egy igazi nagy zeneszerző, egy-egy igazi nagy művész a mindenségnek ezt a muzsikáját hallotta meg, vagy ebből hall meg valamit, és ebből próbál visszaadni, és érzékelhetővé tenni a közönséges ember számára is egy-egy motívumot hallhatatlan, örök szép műveiben. Nos tehát, ez még mind csak a világ mindenségnek, a teremtettségnek a látható része. De a teremtett mindenségnek a látható részén túl és mögött és fölött van még a teremtett mindenségnek a láthatatlan része. Vagyis a magasabb rendű szellemi lényeknek és a megdicsőült lelkeknek a boldog örök birodalma. Az Istennek a mennyei világa, és testvérek, ott is szól az ének, szakadatlan. Érdekes dolog, hogy a Biblia, amikor erről a számunkra teljesen elképzelhetetlen mennyei világról beszél, akkor mindig énekszóval, hárfákkal, trombitazengéssel próbálja érzékeltetni az ottani szépséget és örömet. A menny elképzelhetetlen dicsőségének az elképzeléséhez a Biblia szerint mindig hozzátartozik a mennyei seregek Istent dicsérő himnusza és felséges zenéje. Persze még így se tudjuk elképzelni azt, hogy milyen lehet az az égi zene, és az a mennyei muzsika. Nem is ez a fontos, hogy e felett filozofáljunk, de egy dolog kétségtelen, hogy a menny az nem egy néma hallgatásba burkolózó örökké valóságot jelent,
Nagyon érdekes dolog, hogy amikor a Biblia a pokolról, a kárhozatról beszél, ott soha nincs szó arról, hogy ott énekelnének. Ott nem hangzik ének szó, és ott nem hangzik semmiféle muzsika, hanem csak sírás és fogcsikorgatás. A menny ellenben tele van boldog éneklés. Na most, kedves testvérek, képzeljétek el, hogy a teremtett mindenség látható és láthatatlan részének ebbe az Istent dicsérő hang áradatába, ebbe olvad bele a mi zsoltár éneklésünk. Az az ének, amit mi művelünk itt, vagy otthon, vagy amikor énekelünk. Érzitek, hogy ezért olyan hathatós lelki eszköz az ének? Ezért olyan nagy segítség mindenféle lelki helyzetben az éneklés. Ezért olyan végtelen nagy ajándék a számunkra az, hogy énekelhetünk. És ezért buzdít a Szentírás mindig újra, hogy kántáte, énekeljetek. Amikor egy ember igazán szíve teljességével énekel, az olyan forma dolog, mintha a menny levegőjével szívná tele a lelkét. Tényleg valamiféle titokzatos erő árad szét az emberben akkor, amikor szíve szerint énekel. Próbálj meg csak egy örvendező zsoltárt elénekelni akkor, amikor meglep a szomorúság, és majd meglátod, hogy milyen jó gyógyszer ez a bánat és a szomorúság ellen. Tényleg úgy van, testvérek, hogy egy-egy alkalmas énekvers eléneklésével az ember vigasztalást talál a bánatában és a fájdalmában, és a hálájának kifejezést talál az örömében, és segítséget és erőt talál a küzdelmekben, és a kísértésekben, és a megpróbáltatásokban, és kegyelmet talál a bűnbánatban. Az ének olykor csodát művel. Bizonyosan láttátok, vagy hallottátok, hogy vannak emberek, úgynevezett kígyó bűvölők, akik zenéjükkel úgy el tudják, meg tudják babonázni az egyébként halálosan veszedelmes kígyót, hogy az elfelejt ártani. És ártalmatlanul ringatja magát a zene hangjaira, ütemére. Most testvérek, a Bibliában a kígyó a gonosznak a jelképe, és én azt hiszem, hogy ez így átvitt értelemben is igaz, hogy a gonosz ártalmatlanná válik az igazi Istent dicsérő éneknek a hallatára. Menekül onnét, ahol igazán szíve szerint tud énekelni valaki Isten dicsőítésére, ott a sátán nem érzi jól magát. Amikor valaki a munkája közben énekel, zsoltár, dicséretet énekel, templommá válik a konyhája. Amikor egy családban otthon zsoltárokat énekelnek este, megtelik a szoba angyalokkal. Testvérek, próbáljuk csak meg igazán úgy a szívünket beleönteni olykor egy-egy énekbe, és megtapasztaljuk, hogy megcsendesedik a fájdalom, elszáll a félelem és az aggódás, kegyelemben oldódik föl a bűnbánat, és túlcsordul az öröm és a hálaadás a szívből. Nagyon igaza van Calvin Jánosnak, amikor azt mondja, az ének gyógyító erő a kísértésben, megelőző orvosság a bűnnel és a kételkedéssel szemben, és a megszentelődésnek a segítő eszköze. Ne maradjon hát ki belőle senki. Ne maradjon ki belőle senki azért, mert azt gondolja, hogy ő nem tud szépen énekelni. Neki nincs jó hangja, nincs jó hallása. Istennek más az ízlése, testvérek. Sőt, ha valaki úgy akar énekelni, hogy maga is, meg mások is gyönyörködjenek benne, akkor már is biztos, hogy nem gyönyörködik benne az Isten.
Én azt hiszem, hogy sokkal jobban fel kellene használni, és fel lehetne használni az éneklésben adott drága lehetőséget mindnyájunknak. Kantáte, énekeljetek új és régi énekeket, beszélgetvén egymás között, zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván a ti szívetekben az Úrnak. Figyeljétek, testvérek, meg azt, hogy ebben az igében, amit most újra elmondottam az alapigénkben, kétszer is előfordul egy különös szó, az, hogy dicséret. Istennek való dicséret mondás. Mi ez? Mit jelent Istennek dicséretet mondani, vagy Istent dicsérni? Mi már ettől meglehetősen elszoktunk, pedig nagyon hozzátartozik a mi Istenhez való viszonyunkhoz. Nos, testvérek, ezt is jó lenne tudatosítani magunkban. Az Istennek való dicséretmondás is igen éppen az éneklésben történik. A dicséretmondás is olyan forma, mint a hálaadás, csak több annál. Mind a kettőnek az alapjelentése az a dicséretmondásnak is, meg a hálaadásnak is, az az alapjelentése, hogy a kapott ajándékról magára az ajándékozóra, tehát az Istenre irányítja az embernek a tekintetét és az egész figyelmét. A hálaadásban az történik, hogy megköszönöm Istennek azt, amit kaptam tőle. A dicséretmondásban pedig az történik, hogy a lelkem csodálja az isteni cselekvésnek a nagyságát és a szépségét. Szinte valami ilyesmi, hogy gyönyörködöm az Istenben. Hálát adok a mindennapi kenyérért, ami az asztalomra kerül, de dicsérem azt a felséges valakit, aki a búza szemből és a földnek a porából kenyeret teremt. Hálát adok a napsugárért, ami beözönlik az ablakomon, de dicsérem a világ egyetem szép rendjének a megalkotóját és fenntartóját. Hálát adok a kapott bűnbocsánatért, de dicsőítem azt az Istent, aki a mi megváltásunknak ezt a roppant nagy tervét végig gondolta, és Jézusban, Jézus engesztelő áldozatában meg is valósította. Már a hálaadás is szabaddá és boldoggá tesz, hát még a dicséretmondás, ott érezzük meg ennek az igazi erejét. Tudjátok, testvérek, a dicséretmondás közben az emberi lélek szinte közvetlenül odáll az Isten elé. Átéli az Istennek a jelenlétét. Meggyőződik az Istennel való együttlétnek a titkáról. És ez a fontos, erre van ám nekünk szükségünk. Higgyétek el, nekünk nem okos predikációkra van szükségünk, de együttlét. Az ő jelenlétének és ennek a...